Hat selber ein Glück. Glück, ének a szebbik fele. Megkérjük, hogy az A pályára készüljön a kalapa, az Alba Green Pants ellen, a B pályára készüljön a Maroshegy 2, a Plaszkobó FC ellen, és megkérjük a C pályára a Maroshegyet, a Szent Georg FC ellen készüljön. Köszönjük! Na, sziasztok! Élőben jelentkezünk Székesfehérvárról, a Rádió utca 23-ból, ahol egy jótékonysági kupát rendeztek, és adománygyűjtést is szerveztek több különböző menhelynek a javára, és az egyik szerencsés, ez az Ebárva ház a gazdátlanokért egyesület lett, úgyhogy nekünk is volt lehetőségünk ide kitelepülni. Hogyha még nincs programotok mára, gyereknap alkalmából egy nagyon jó családi program is lehet. Itt vagyunk a műfüves focipályán, lehet jönni drukkolni a csapatoknak. Gyertek ki és keressetek minket. Itt van velünk Gülüke is. Mennyire gyerekek, hogy állunk? Itt van velünk a Sandra, a Rita, a Manóval. Még hűségesen őrzi Ritának a lábát, nehogy valaki ellopja. És a háttérben retteg. Jó, szeretettel várunk mindenkit, gyertek, keressetek meg bennünket. Hoztunk ki zsákba macskát, nagyon jó kis adománygyűjtő tárgyakat tudtok vásárolni adomány fejébe, vagy hazavinni adomány fejébe. Meg tudjátok nézni az örökbefogadható kutyusainkat. Tudtok jönni kutyus simogatni, és tudjátok támogatni munkánkat. Bocsánat. Gülükénk nagyon élvezi, hogy a figyelem középpontjában van folyamatosan, ha nem akkor is. Jó, ez Székesfehérváron vagyunk, a Rádió utca 23-ba. Ez egy műfüves focipálya. Itt több pályán is rendeztek focimérkőzéseket. Nagyon be vagy öltözve. Hát azt én bevallom őszintén, hogy a Csányit, akinek drukkolni kell, hogy meggyógyuljon, én személy szerint nem tudom, hogy kicsoda. Tudjuk, hogy ki a Csányi, akinek meg kell gyógyuljon? Nem. Jó. Nincs róla információnk, hogy ki ő, de ha találkozunk szervezővel, akkor meg fogjuk kérdezni, és akkor hozzászólásban megírjuk, hogyha már nem fog tartani, akkor az élő. Jó, menjek el. Jó, kicsit körbe kísérlek titeket. Megmutatom, hogy mennyien kint vagyunk. Kint vannak a vahúrosok is, bár a zenétől most szerintem nem fogjátok látni. Jó, az adománygyűjtést azt már régebb óta elkezdték szervezni, elkezdték összegyűjteni, csak sajnos a korábbi időpontban elmaradt a rendezvény, és így nem tudták átadni, de mutatom, itt egy egész nagy teherautó tele van adományokkal, és ezt, hogyha jók az információim, akkor három szervezet között fogják egyenlően elosztani, szóval mindenki mindenből egyenlő mértékben fog részesülni. Úgyhogy szépen gyűlnek az adományok,
amiért nagyon hálásak vagyunk a szervezőknek. Majd fogunk hozni képeket is. Az oldalunkra majd fogunk kitenni. Átadásról is majd fogunk készíteni videót, fényképet, és akkor majd azt is meg fogjuk veletek osztani. Jó, itt az egyik pályán gyerkőcök játszanak a kupa keretén belül. Itt, ahol mi ki vagyunk települve, itt pedig a felnőttek játszanak. Ja, mondom még egyszer, Székesfehérván a Rádió utca 23 szám alatt található ez a sportpálya. A sportpályán kívül egy ilyen lakótelepes részen vagyunk, itt kívül lehet nyugodtan parkolni, úgyhogy kocsival is ide tudtok jönni egész nyugodtan. Minket pedig megtaláltok a két lelátó között a sportpályán mellett. Itt vagyok. Te már Gülüke. Indulunk sétálni. Na tessék. Gülünke megúgta az egy helyben ülést, és vitte Szadrát sétálni. Vagy fordítva, vagy ki tudja. Manó meg továbbra is itt retteg a Rita ölébe. Rájöttünk, hogy lehet vele meditálni. Igen. Manó egy Buddha. Őt azért is hoztuk ki, hogy egy kicsit szokja az embereknek a társaságát, meg ezt a nyüzsgést, jövésmenést. Hát azt nem mondom, hogy élvezi, de azért egész jól viseli a kihívásokat. Jó, mindjárt elkapták itt a Petit előttem, aztán nem tudtam megkérdezni, hogy ki az a Csányi. De majd, hogyha jön visszafelé, akkor elkapom. Mellettünk a Vahurral kijött egy kis kutyus, aki tök úgy néz ki, mint Olivér egyébként. Csak ugye már sötétebb a bundia. Szegényként mind a két szemére vak. Szia, drága! Egyem meg. Jó, várhatóan egyébként a rendezvényt ezt ilyen 13 óra 30 körül szeretnék befejezni, úgyhogy még azelőtt mindenképpen, hogyha szeretnétek kijönni, akkor érjetek ide, akkor már elkezdünk sátrat bontani, meg összepakolgatni. De ha valaki még nem találta ki, hogy milyen programot szervezzen a mai napra, akkor össze tudja kapni magát, és még ide ki tud jönni Székesfehérvárra, Rádió utca 23-ba. Oh. Azt mondja, ez a tietek.
tudtam neki, hogy az elég egyszerű. Bocsánat, lehet egy kérdésem? Közben elkezdtünk élőzni, és jött egy olyan kérdés, hogy a Csányi, aki ki van írva, és drukkolunk neki, hogy gyógyuljon meg, ő kicsoda. Oké, vagy a Petit, mert nem tudom. Jó, szuper, köszönöm szépen! Itt a kedves segítő kollégina mindjárt kideríti nekünk, hogy ki az a Csányi, akinek drukkolunk. Illetve hát, ha csak kimaradt a drukkoló zászló, és közben már meggyógyult. De azért milyen cukik? Igen. Ez a legjobb, hogy ide csináltatta hozzánk, és ez így tök úgy néz ki, mintha mi hagytuk volna. Nem tök úgy néz ki, mintha mi hagytuk volna ott amúgy. Ja, meg megpróbálom megvárni, hogy vissza jöjjön a kollégina a válasza. Gülükék most is hozzá a formáját. Mindenkinek hízeleg, mindenkinek cukiskodik. És begyűjti az összes simit meg vakargatást, amit lehet. Okay. Sziasztok! Hát ez egy kicsit simogálni. Már ott is. Már ott is vagyok. Hát nagyon kicsi. Igen, gülükkel. Te meg szereted az embert. Nagyon. Hogy hívják? Gülükkel. Azt a. Ne legyek közben! Ne nyugodj!
Szia! Azt mondja, itt vagyok én, engem simba, lehet simogatni. Hát jó. Korlátlanul. De megjönni. Ülük el, az mindenkit is kitol azért, hogy ő legyen szeretgetve. Köszönöm. Nagy forma vagy te, Gülüke. De nem ám. Akkor azt mondja, nekem mindegy, csak valaki simogassa. Teszel a bokéreken. De nézd, milyen szépen tudok ülni. Egy kis vitamin. Azt mondja, valami nekem nincsen nálad. Ájjaj. Sziasztok! Ha vagy hátal a potyam valami. Ott vitték az ebédet. Hogy azt mondja, beülök én is a körbe. Azt mondja, nem tudom, mit csinálok, de ide ülök én is. Manó. Én pedig ülök-e. Jó Istenem, fazon egy valami vagy. Köszönjük szépen! Hogy hát a szélától. Hol van kuka? Kuka? Ajaj, hát ott föntebb van. Hogyha meg itt mentek egyenesen. Kuka? Kuka. 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 Kutya itt is van kettő. Majdnem meg volt. Na, az hogy azért Oliver. Mindjárt én is lezárom azt utána. Egyelőre elköszönöm. Várunk mindenkit szeretettel Székesfehérváron a Rádió utca 23-nál. Van egy ilyen műfűves focipálya, ezen van egy ilyen jótékonysági kupa.
Közben Manó éppen túléli, hogy szeretik. Megnézhetjük, mi van benne? Hát ez egy szerencse zsák. Megnézhetjük, kutyás dolgok vannak benne, tálak vannak benne. Jó, masi. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, kint pedig találkozunk, aki esetleg még kinéz. Sziasztok!